Az Európai Unió Hálózat és Információbiztonsági Ügynöksége immáron 10. alkalommal rendezi meg az Európai Kiberbiztonsági Hónap elnevezésű kampányát, amelyhez Magyarország 6. alkalommal csatlakozik. A kampány mottója Think Before You Click, azaz gondolkodj mielőtt kattintasz. Ebbe kapcsolódott be az EAC egy konferenciával, amelynek a Nyíregyházi Egyetem biztosítja majd a helyszínt. Számunkra ez azért volt fontos, mert bármennyire is furcsa, a megyében gyakorlatilag minden egyes háztartáshoz kapcsolódóan kezelünk egy személyes adatot, tehát a díjfizetőink, akiknek számlázunk, azoknak az adatait a cég kezeli, éppen ezért kiemelten fontos nekünk is, holott az alap profilja a cégnek hulladékgazdálkodás, hogy ezekre az adatokra megfelelően vigyázzunk. Különösen fontos ez a jelenlegi internetes, zsarolóvírusos, mindenféle vírusos világban, tehát úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kezdeményezésnek a Hírközlési és Tudományi Egyesülettel kapcsolatban vagy kapcsolatban állva mi is az élére állunk, és egy ilyen konferencia megszervezésében részt veszünk a megyében. A konferencia egyben a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület információbiztonsági szakosztályának 28. szakmai fóruma is, amely az információbiztonság aktuális kérdései címet kapta. Különböző a témában profi és ismert előadók adnak majd elő, illetve helyi internetszolgáltató. Tehát ez a számítógépes, internetes, információbiztonsági kérdésekről fog szólni ez a konferencia. Olyan aktuális témaköröket érintenek majd, mint például a városi internetszolgáltatás biztonsága, az orosz-ukrán háború kibertelet érintő tanulságai, a jövő közlekedés biztonsága, illetve hogy mik az alapvető információbiztonsági feladatok egy munkaszervezetben. Ezek azonban nem teljesen szakmai előadások, bárki bekapcsolódhat. A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.